Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban fókuszba kerülnek a gyerekek. Szó lesz bűn és baleset megelőzésről, jótékonykodásról, a devianciáról, és ellátogatunk egy érzékenyítő sportnapra is. Tartsanak velünk! Közel 900 ezer forintos támogatást kapott a Kerekvilágház a Fehérvár Traveltől. A gyermekek és fiatal felnőttek fejlődését segítő intézmény automotorjának cseréjére volt lehetőség az összegből. Enélkül az autó nélkül elképzelhetetlen lenne a Kerekvilágház élete. A jármű elromlott és javításra volt szükség, közel 1 millió forint értékben. Még 2019-ben kereste meg az alapítvány a Fehérvár Travelt, egy másik autó vásárlásához kértek segítséget. Akkor nem oldódott meg a probléma, most viszont 858 ezer forintot adományozott a cég az intézménynek. Köszönjük szépen! Mivel nem kis összegről volt ez, közel 1 millió forint, hát ezt azért tartalékoltuk a Kerekvilágháznak, és lám eljött a lehetőség, és eljött az ideje annak, hogy azt mondták, hogy van megoldás, meg akarják javítatni az autójuknak, a kisbuszuknak a motorját, és fel kell egy kicsit újítani ezt az autót, és akkor megoldódik. És akkor mondtuk, hogy az a pénz, az még mai napig rendelkezésükre. A Kerekvilágházban óvodás kortól iskolás korig fejlesztik a gyermekeket. Sok támogatójuk az egyik nagyfehérvári cégen és néhány vállalkozáson kívül nincs. A mindennapjaiban pedig szükségük van az anyagi segítségre. Enélkül az autó nélkül majdnem, hogy megállna az életünk, mert nagyon sokat használjuk, nem csak arra, hogy a gyerekeket, hogyha valamilyen rendezvényünk van, szállítsuk, hanem az alkalmazottainkkal, hogyha képzésekre megyünk. A napi bejárás az alapítvány kezelésében van az épület, ahol a terápiás házat üzemeltetjük. Az itt folyó munkálatokhoz mindenféle anyagbeszerzések, és gyakorlatilag a mindennapi életünk ez elengedhetetlen. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért, enélkül nem tudom, mi lett volna. Én gondolom, hogy azért sokfajta céghez fordulnak segítségért, hogy azért az alapítvány az tudjon működni, illetve tudjon segíteni itt a háznak a működésében. Mennyire találnak meghallgató fülekre és megértő fülekre? Túl sok céggel nem állunk kapcsolatban. Az egyik fő támogatónk a Hannon. Őtőlük nagyon sok támogatást kaptunk már, és Fehérvár megyei jogú város is támogatott már minket. Voltak éppen a Fehérvár Travel alapítványon kívül olyan nagyon sok mindenki nincs is, aki a támogatók listáján szerepelne. Egy-két olyan szülőnek a cége, akik régebben jártak ide a gyerekükkel, és sikeres volt a terápiás folyamat, őtőlük kaptunk már támogatásokat, de szorványosan. A Kerekvilágházat sokfajta problémával keresik fel a szülők, legtöbbször akkor, amikor a gyermekük valahol megrekedt a fejlődésben. A szakemberek a központi idegrendszer fejlődését tudják segíteni. A sokszínűség jellemzi leginkább a szakmai munkánkat. Nagyon sokfajta problémával keresnek meg bennünket a szülők, fiatal gyerekek, vagy fiatal felnőtteknek a szülei is megkeresnek bennünket, akik megrekedtek valamilyen szinten valahol a fejlődésükben. Ezt most én hadd ne nevesítsem, hogy ilyen vagy olyan kódot kapnak a gyerekek, vagy diagnózist kapnak a gyerekek. Általában a központi idegrendszernek a fejlesztése, ha valahol is elmaradás van, vagy éretlenség van, ott mindenképpen fogunk tudni segíteni. Meg lehet-e határozni, hogy havonta vagy egy éven belül mennyi kisgyerek és nagyobb gyerek látogatja ezt az intézményt, és hogy körülbelül egy kicsit összefoglalni, mi jellemzi a fejlesztési folyamatot, jó, nyilván ez azért egy hosszabb időszak, de hogy mondjuk mennyi időt töltenek itt a gyerekek egy nap során? A hetente kétszer jönnek általában hozzánk a gyerekek, kétszer másfél órára, ugye a 45 perces órákból duplát tartunk nekik. Ez a szülőknek logisztikai szempontból is jó, szakmai szempontból is jó, mert akkor a gyerek nem csak beesik meg, már szalad is ki a teremből, hanem érdemi munkát tudunk velük folytatni. Hogy egy gyerek mennyi ideig van terápiában, az nagyon függ attól, hogy a gyerek milyen állapotban van. A legjellemzőbb az ilyen másfél-kettő év, de volt tanítványunk, aki 8 éven keresztül járt hozzánk, és még időnként most is vissza-vissza járnak és visszakéreckednek. Az, hogy egy gyerekkel milyen típusú munkákat kell végezni, ez megint attól függ, hogy a gyerek milyen állapotban van. Az anyanyelvi készség területnek a fejlesztése az egyik fő specialitásunk, ezért nekünk nagyon-nagyon korán munkába állnak már ezek a picurkák.
adott esetben már a beszéd megindításba is közre tudunk működni. Aztán később az óvodai éretlenségeknek a kiküszöbölésében vagy a csökkentésében, az iskolai tanulási nehézségekben. Tehát nagyon-nagyon összetett az, hogy melyik gyerekkel mit fogunk csinálni. Fiatal felnőttekkel is dolgozunk. A fiatal felnőttek egy nagyon-nagyon izgalmas terület, felnőtt, de nem lett igazán felnőtt, és őnekik van szükségük segítségre. Ugyanaz a terápia fog nekik is hatni. Mennyi pedagógus és segítő vesz itt részt nap mint nap? Tizen vagyunk a házban összesen most már. Hála az égnek, nagyon magasan kvalifikált szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, szinte mindenkinek több diplomája van, többfajta végzettsége van. Mégis a legnagyobb nehézségünk ugye az, hogy általában a pedagógusok jelzik a problémát a szülők vagy a család felé, hogyha a család maga nem veszi ezt időben észre. Nem pedagógusokkal dolgozunk elsősorban, sőt, hát kifejezetten képzéseket tartunk a kollégáknak azért, hogy itt terapeuta vagy, más szerepszemélyiségedet kell előtérbe hoznod, egészen másfajta metodikával kell megközelíteni ezt a munkát, mint az óvodai vagy az iskolai teljesítményorientált feladatokat. A Kerekvilágház alapítványnál szűrések, fejlesztések, terápiák, tanácsadás, központi idegrendszer és beszédértés fejlesztés, viselkedés harmonizálás érhető el a gyermekek és a felnőttek számára. Nagyszabású bűn- és balesetmegelőzési programot tartottak a Kodolányi János középiskolában. A rendezvény a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Mondtam neked, ne csívj engem telefon, mondtam neked! Egy rablás elkövetője próbálja épp megúszni a felelősségre vonást. A tettes kidobja az autóból a zsákmányt és menekülni kezd. A rendőrök a nyomában vannak, az elkövető azonban elég makacs, és a parancsaikat nem hajtja végre. Meg is van az ellenállás eredménye, járőrkutya állítja meg a bűnözőt. A rablót végül elfogták a rendőrök. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programján a baleset megelőzés is helyet kapott. A géklámpások egy halálos diszkó balesetet szimuláltak. Dinamikus, hatásvadász, interaktív, élményt adó, informatív és elgondolkodtató bemutatókkal készültek a diákoknak az egyenruhások. Nekem a bűnmegelőzési előadás... Hát úgy meghatározó volt, mert hát ennyire még nem vettem komolyan a dolgokat, főleg a biztonsági övbekötése. Nekem ez így fontos volt. A program legfontosabb eleme az, hogy megtalálja a diákokhoz azt a csatornát, amelyen keresztül a szó szerint életbevágóan fontos ismeretek eljutnak hozzájuk. Ez egy országosan megvalósuló interaktív program, ami úgy ad át interaktívan prevenciós ismereteket, hogy igazából köznapi szituációkra épít, és megmozgatja a diákokat, több célcsoporthoz szól, tehát nem csak a diákokhoz, nem csak a korosztályhoz, hanem a pedagógusokhoz is, éppen szülőkhöz is szól, és mellette komplex módszerekkel dolgozik. És akkor igazából a program lényeg az, hogy csökkentsük az iskolai erőszakot, a fiatalok által elkövetett bűncselekmények számát, tehát ilyen bűncselekmények mennyiségi csökkentése, és mellette pedig, amit még külön kiemelnék, azok a pályaorientáció és a pozitív attitűd formálása, akár rendőrséggel, akár katasztrófavédelemmel, vagy akár mentősökkel, polgárőrökkel, és a BVOP-val kapcsolatban. De arra jöttünk rá, hogy önmagában a frontális megszólítás egy ilyen hagyományos iskolai keretek nem működnek. Tehát ez a tipikus, ez a drog rossz, értem? Tehát ez nem működik ez a része. Be kell vonni őket, ők mondják ki, ők tapasztalják meg, ők éljék át, közvetlen élményt kell nyújtani. És ráadásul az a mai korosztály, beszéljünk klasszikusan, akihez szólunk, Z-generáció, vagy éppen az a legkisebbek alfák, alfa generáció tagjai, ők már egy olyan világban nőttek föl, ami rettentő információgazdag világ. Tehát rettentő sok ismerettel bírnak, mindenhonnan szedik be az infókat, nagyon sok platformon fenn vannak, sok esetben úgy, hogy a szülő nem is tud róla, és egy rettentő inger gazdag világban. Nem csak információ gazdag, hanem rettentő széles körű az ingerek spektruma. És nekünk ezt valamilyen szinten ellensúlyoznunk kell. Hogy tudjuk ellensúlyozni? Közvetlen élménynyújtásával, csoportos tanulási folyamatokkal. Tehát ugye azt tudni kell, hogy ezek a fiatalok többsége már interneten tart kapcsolatot egymással. Tehát már a online barátok vannak, internetes barátnők vannak, viszont nekünk
ebben a programban és a program elemeinél, program módszereiben bevonjuk a fiatalokat, csoportosan vonjuk be őket. Átélik, tapasztalják, kimondják, és együtt mondják ki. És ráadásul a másik rész, ami nagyon nagy, úgymond ilyen ereje a programnak, hogy a Tánkáró iskola, a Pesti Barnamás középiskola, aki már régóta partnereink, ilyen volt még korábban az Rínyi Miklós gimnázium is Budapesten, hogy kortárs diákok révén tudunk a segítségükkel bemutatni olyan színpadi elemeket, szituációkat, amikkel találkozhatnak. Legyen az rablás, kábítószer, vagy éppen esetleg a diszkóbaleset, mint olyan, vagy éppen egy verekedés, vagy éppen egy csoportos garázdaság. Tehát amiben egy pillanat alatt bele tudnak sodródni, és igazából a programnak a legfőbb üzenete az, hogy a saját döntéseimért saját magam vagyok a felelős. Tehát hiába hat ránk a baráti kör, hiába volt mellettünk, hiába próbálunk megfelelni neki, meg kell tanulniuk nemet mondani, hogyha egy olyan szituációról van szó. Megtanulni nemet mondani, de csak úgy lehet, hogyha átéli. Van egy ilyen régi, szoktam mondani, egy régi bölcsesség, ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, akár filmek révén, médiapedagógia, akkor talán emlékezni fogok. Ha részt veszek benne, szituációk, élménypedagógia, akkor megértem. És igazából itt a lényeg az, hogy a személyiség részévé váljon az, amit hall, amit lát, amit tapasztal. A bűn és baleset megelőzés mellett a rendőrség szerteágazó tevékenységét is megismerhették a kodolányis diákok. Szerephez jutottak a különböző szolgálati ágak, bemutatták munkájukat például a bűnügyi technikai osztály munkatársai, a kutyás szolgálat, a közlekedési rendőrök, a járőrök és a bevetési egységek is. A bemutatóban a Székesfehérvári Tűzoldó Egyesület, a polgárőrség és a börtön egyenruhásai is részt vettek. Nem csak országosan, de városunkban is egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok alkohol és drogfogyasztása. Az egészségdok munkatársait arról kérdeztük, hogy milyen okok vezethetnek a szerhasználathoz, és hogyan lehet megszabadulni a függőségektől. A generációs különbségek, ha tetszik, ha nem, tények. Nem megkerülhetők. Mi is ugyanezeket a csatákat vívtuk a saját szüleinkkel. El kell fogadnunk a megváltozott körülményeket. Nem kötelező imádni, de minimum ismerni kell a gyerek környezetét és életritmusát. Egymás elfogadása, önmagunk és mások megértése, tanulás az elkövetett hibáinkból, mindezek fontosak ahhoz, hogy valaki szabad, tiszta és szermentes életet éljen. Évek óta komoly gondot jelent a fiatalok körében a különféle drogok használata. A szakértő szerint mindez azért van, hogy már a 10 évesek is nagyon könnyen hozzájuthatnak a kábítószerekhez. Egyre erősödő probléma, mégpedig azért, mert hogy egyre könnyebben hozzáférhetők a különböző drogok. Míg régen általában ugye a dílerek meghatározott emberek voltak, kevesen voltak, kemény drogokat árultak, és voltak úgynevezett szabályok, hogy mondjuk 18 év alatt nem árulták a drogot senkinek. Ezt egyébként hallottuk, vagy tudom konkrétan olyan emberektől, akik régen drogoztak, hogy ez egy iratlan szabály volt, hogy 18 évet nem. Manapság ez nincsen, hanem annyira széles körben elterjedtek a kábítószerek, hogy... és ráadásul azok a fajta drogok, amelyekhez nagyon könnyű még az interneten is legálisan hozzájutni, hogy emiatt szélesedett ki a droghasználatnak a köre a fiataloknál. Az egészségdok munkatársa szerint a probléma másik kiváltó oka az elnevezésekből is adódhat. A designer drogok azok, amik a prímet viszik, én azt gondolom egyrészt a könnyű hozzáférhetőség miatt, mert mint mondtam, ez mondjuk legálisan megrendelhető az interneten, két kattintással, úgy, hogy erről senki nem tud, és kihozza a postás akár. Másrészt ugye nagyon széles körben, mivel ezek sokszor könnyen hozzáférhető szerekből készülnek, amik, tehát ezek ilyen mérgező anyagok, ugye, ezért ugye a herbál is, sokan azt gondolják, hogy mivel herbál a neve, ez biztos, hogy természetes anyag, de hogy ezt tudni kell, hogy itt a vivőanyag a természetes, tehát mondjuk olvastam, hogy ilyen fehér májvára csöppentenek mondjuk körömlaklemosót, és ezt szívják el, és tulajdonképpen a méreganyag okoz halucinogén hatást. Még akkor is, ha a legegyértelműbb bizonyítékot találjuk meg, próbáljunk objektívek maradni. Természetesen a cél nem az, hogy tetten érjük, hogy lebuktassuk a gyerekünket. Nem egy bűnözőről van szó, hanem hogy rálássunk az igazságra. És nagyon fontos tudnunk, még nem rendelkezünk elég információval ahhoz, hogy tudjuk, a gyerekünk milyen mélyen keveredett bele a droghelyzetbe.
azok a halucinogén szerek, amik könnyen hozzáférhetőek ma a piacon, ezek, amik jellemzők, és ugye maradt a, mi már csak úgy hívjuk, hogy a rendes, a fű, ami szintén egy, a marihuána, ami szintén ugye egyrészt most van egy ilyen, ami mindig is volt egy ilyen legalizációs törekvés, meg ugye nagyon sok hírt lehet arról hallani, hogy ez tulajdonképpen gyógyszer, és ezzel nagyon sok problémát lehet orvosilag kezelni és gyógyítani. Most gondolok arra is, hogy mindenféle, egyébként azt gondolják, hogy THC tartalmú, de ugye ilyen kender alapú gyógyszereket, vagy ilyen gyógyászati segédeszköznek minősített anyagokat, vagy táplálékkiegészítőket kezdtek forgalomba hozni, és akkor nagyon sok fiatal ezt összehozza azzal, hogy akkor ez biztos gyógyszer, de ugye tudni kell, hogy ezekben a szerekben nincs benne a THC, ami a fűben benne van, és azt gondolom, hogy ezért még ez az, ami széles körben elterjedt a fiatalok között, nekünk ez a tapasztalatunk. Mit szeretnél? Én gondoltam, dumálhatnánk. Dumáljunk. Suli? Semmi. Új teló, hogy szóval. Miért nyúlkálsz hozzá? Az enyém, úgyhogy ha nem kérd, akkor légy szíves, és ne tapperold. Ezt hívják úgy, hogy magántulajdon. A szerek fogyasztásának hátterében nagyon sokszor családi, lelki problémák állnak, amelyek a társadalomba való beilleszkedést is nehezítik. A legfontosabb dolog, amiből ez kiindul egy gyerek esetében, az a családi háttér. Az, hogy milyen közegben, milyen környezetben nő fel, hogy milyen támogatást kap, milyen értékeket kap a szüleitől, hogy milyen biztonságos közeg veszi őt körül. Egy megtartó családi közegből azért a gyerekek ritkán választanak egy olyan kortárs csoportot, ami mondjuk rossz irányba viszi, sőt, nem is nagyon választanak olyan kortárs csoportot, ami rossz irányba viszi őket. Amúgy ezeknek a gyerekeknek talán nehezebb is beilleszkedni egy normális közösségbe, hiszen a legtöbbször az ő viselkedésük is az otthonról hozott problémák miatt deviáns. Emiatt azokat a közösségeket találják meg, ahol szintén hasonló problémákkal küzdő gyerekek vannak, és hozzájuk könnyebb beilleszkedni, hiszen a probléma csomag, amivel érkeznek, ami mondjuk megbeszélést kíván, azokat ezekben a közösségekben találják meg, és akkor kialakul egy ilyen szubkultúra, ugye. Az elvált gyerekek, ami nem minden esetben, természetesen nem azt jelenti, hogy minden elvált szülő gyereke egy rossz közösségbe kerül be, de hogy mindenképpen hasonló. Tehát azok a gyerekek, akiket mondjuk bántalmaznak, akiket elhanyagolnak a szüleik, akiket otthon nem hallgatnak meg, nem értenek meg, akár meghalt az egyik szülő, általában így összeverődnek, és akkor ők maguk beszélik meg a problémáikat, és nem mondjuk felnőtt segítségét kérik, hiszen azt tapasztalják, hogy a felnőttektől általában nem azt kapják meg, amire nekik szükségük van. Mindig is tudta, hogy előbb-utóbb fel fog nőni, és egyszer majd átveszik a szerepünket a barátok, a szerelmek, a sztárok. Ez nem az egyik pillanatról a másikra történik, de elég hamar elkezdődött. A különbség csak annyi, hogy a kis Lucát nem tekintettük ellenfélnek. Higgy el, Jenny és Detti sem feltétlenül azok. Csak ha mi ellenfelet nem kreálunk belőlük. Nagyon sokszor jön jelzés az iskolából, vagy mondjuk a jelzőrendszer tagjaitól, családsegítő, gyerekorvos, akik szólnak, hogy gond van az iskolában, vagy a tanárok akár, és akkor ugye ennek kapcsán keresnek meg minket, és ugye mivel a szülő ilyenkor még ugye felel a gyermekéért, ezért őket is beküldik hozzánk. És akkor innentől kezdve kezdünk el egy ilyen terápiát a családdal magával, amiben bevonjuk a gyereket. És ugye a gyerekek még a drogozásnak a bulizós szakaszában élnek, szerencsére nem az van, hogy, illetve most már ugye a drogok sajátosságának köszönhetően nagyon hamar végére lehet érni a drogkarriernek, de hogy, vagy a vége közelébe, de hogy azért az szokott lenni, hogy a gyerek még a bulizós korszakot éli, illetve azt, hogy az a plusz, amit a drogtól megkap, hogy mondjuk nem kell a napi szintű problémáival foglalkozni, az neki egy pozitív élményt ad. Az egészségdok számos terápiás csoportot is indít a fiataloknak. A tini rehabilitációs programok nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok egy életre lemondjanak a szerhasználatról. Vannak olyan esetek is, amikor a szülők keresnek meg minket,
mert azt veszik észre, hogy mondjuk a gyerek máshogy viselkedik. Ez ugye a szerencsésebb eset, mert ez azt jelenti, hogy valamiféle kontroll azért van otthon. De van olyan eset is, hogy a szülő mondjuk megtudja, hogy a gyereke kipróbált valamit, és akkor ettől nagyon megijed, és így jönnek be hozzánk segítséget kérni, de mindenképpen a családnál szoktuk kezdeni, és ugye attól függ, hogy mekkora a probléma, vagy milyen mélységű, rövidebb, vagy közepesen hosszú, vagy valami egészen hosszú terápiába kezdünk bele a család egészével, vagy a családdal és a gyerekkel külön, tehát hogy erre többféle variáció létezik, de általában családkonzultációval és egyéni konzultációval szoktunk dolgozni. Van gyerekpszichiáter, mert ugye sokszor előfordul, hogy a szerhasználó gyerekek kettős diagnózissal rendelkeznek, tehát van valamiféle pszichiátriai vagy érintettségük is, illetve van gyerekpszichológusunk is, illetve egy klinikai szakpszichológusunk, aki kifejezetten a tinédzserekkel foglalkozik, és akkor vannak szociális munkások, tehát egy ilyen komplett segítőközeg áll rendelkezésre. A gondozók és pszichiáterek egy-egy ilyen terápia alkalmával mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintettek vissza tudjanak térni a normális hétköznapokhoz. Azonban ez minden esetben az egyéntől és annak családi környezetétől is függ, hogy hajlandó-e változtatni életvitelén. Nagyon sok tényezős, hogy ugye mennyire sikerül egy adott helyzetet így megoldani, vagy mondjuk a szerhasználónak kikerülnie a... Nagyon fontos az ő odaszánása, én nélkülözhetetlennek tartom a család, főleg a gyerekek esetében, hiszen oda kerül vissza. Tehát a család közreműködését ebben. Százalékot nem tudok mondani, a Tini Rehab most indult, tehát igazándiból erre vonatkozóan pontos információt vagy adatot nem tudok mondani. Mi már foglalkozunk szerhasználó gyerekek családaival, hosszabb, rövidebb ideje, és azt tudom mondani, hogy ahol a család együtt működik, és ahol a szülők is hajlandók a változásra, ott azért nagyobb eséllyel van sikere annak, hogy a gyerek mondjuk jó útra tér, vagy leáll a droghasználattal, de mindenképpen nagyon fontos a család szerepvállalása ebben. Fontos tehát, hogy időben felismerjük, ha gyermekünk kábítószert fogyaszt. Figyeljünk az erre utaló jelekre, mint például, ha megváltozik a baráti társasága, kimarad az iskolából, eltávolodik a családtól, és még akár meg is lopja őket, vagy elhanyagolja a külsejét. Ebben az esetben mindenképpen beszélgessünk vele többet, súlyosabb esetben pedig kérjük szakember segítségét. Érzékenyítő sportnapot tartottak a Bugát-Pál Technikumban. Épek és fogyatékkal élők együtt vettek részt a programokon az integráció jegyében. Különleges kerékpárok és különböző érzékenyítő programok várták a résztvevőket a Bugát-Pál Technikum tornatermében. A többi között a polgárdi parkodók tánc bemutatójára és a látássérültek regionális közhasznú egyesülete programjára is sor került. Lengyel Zsófi pedig érzékenyítő workshopot tartott. A sportnapra ellátogatott Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is. Szeretnénk megismertetni a fiatalokkal, hogy hogyan élnek azok a fehérváriak, akik valamilyen fogyatékkal élnek, és hogy érezzék, hogy hogyan tudnak jól segíteni, és érezzék át, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, hiszen ezt mondjuk látóként mi nem tudjuk azonnal felmérni, hogy milyen nehézséggel küzdenek ők, és hogyan tudnánk jól segíteni. Egy ilyen kis teszt jelleggel zajlik, hogy hogyan tudjuk egyébként így mindent bezsúfolni, vagy sok mindenféle dolgot bezsúfolni ebbe az integráció jegyébe, és gyakorlatilag meglátjuk, hogy milyen lesz a mai nap, de garantáltan biztosan lesz folytatása. Egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas nap előtt állunk, és az, hogy a gyerekekre is gondoltunk, az egy másik nagyon-nagyon fontos dolog részünkre, hiszen hát amikor valami integrációról, valami olyasmiről beszélünk, az nem egy ilyen száraz történet kell, hogy legyen, hogy megmutatom, jaj, neki milyen rossz, hanem pont ezen a lényeg, hogy
nagyon jó életminőséget tudnak élni, és például a Zsófi is egy nagyon jó példa arra, hogy mosolyog, nevet és jól érzi magát, úgyhogy mi a mai programokkal inkább azt szerettük volna megcélozni, hogy azt mutassuk meg, hogy jól érezheted magad a bőrödben. Tehát hogy áll a felnövekvő generáció az érzékenységgel, az érzékenyítéshez való hozzáállás? Nehéz helyzetben vagyunk, mert a mai fiatalok azt gondolom, hogy nem az érzékenyítéssel állnak hadilábon, hanem a saját maguk érzéseivel. A digitális technológia, én mindig szoktam ezt ilyen erősen mondani, hogy sok mindenben segített, de gyakorlatilag az érzemeink kifejezésében, a gyerekeknek az érzemeik megélésében, nagyon nem segít, és azt gondolom, nagyon-nagyon rosszul állnak, és azért is talán egy nagyon erős nap lesz ez, hogy itt együtt épek, fogyatékossággal élők, és pont, hogy a fiatalok fognak találkozni azzal az élethelyzettel, amiben mások élhetnek, ez mindenképpen egy kiemelkedő dolog, és amúgy is ez lesz a célunk, a felnőtteknek is csinálunk programokat, de mi kiemelten a fiatalokat célozzuk majd meg ezzel, és természetesen erre ráépül még sok minden más egyéb, hiszen hát nekünk vannak kiscsoportos programjaink, kiscsoportos foglalkozásaink, de amivel elkezdjük, mondjuk ezt az integráció jegyében, az ez a, mondhatom azt, hogy nagyszabású program, amit most itt csinálunk. A Molfehérvár is képviseltette magát a sportnapon. Volt például olyan feladat is, amelyben bekötött szemmel kellett labdát vezetni. De rendezte guggoló versenyt is, a legkitartóbbak meccsjegyet nyertek. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!